Köszöntöm a kedves nézőket! Ezekben a hetekben arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet közelebb kerülni Istenhez. Ennek az egyik eszköze az imádság, amelyre Jézus is tanít bennünket. Jézus a Mi Atyánk nevezetű imádságot tanította meg, és nyilván nem azért, hogy azt ismételgessük mindenféle áthatottság vagy átgondoltság nélkül, hanem azért, hogy az a mintája legyen annak, hogy hogyan is közeledjünk Istenhez. És oda jutottunk ebben az imádságban ahhoz a sorához, hogy legyen meg a te akaratod, és ez úgy folytatódik, hogy amint a mennyben, úgy a földön is. Miről van itt szó? Egy szóval összefoglalva, itt a reménységről van szó, a keresztény reménységről. Mindenkiben él valamilyen reménység. Hát miről, mit is akarok ez alatt érteni, vagy mit érthetünk ez alatt? Ugye a magyar köznyelvben az, hogy valamit remélek, az bizonytalanságot jelent. Hát nem tudom biztosan, hogy úgy lesz-e, de remélem. A Biblia viszont úgy közelíti meg ezt a gondolatot, hogy a reménység az, amiben annyira biztos vagyok, hogy ez a jövőben be fog következni, vagy hogy az a cél az meg fog valósulni, hogy az addig vezető utat is ez határozza meg. Vagyis úgy tudnám ezt mondani, hogy egy kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor útra kelünk, és el szeretnénk menni valamelyik rokonunkhoz látogatóba, egy távoli városba, és akkor mondjuk így, hogy ha ezt a képet használjuk, hogy a reménység az, hogy hát egészen bizonyos vagyok abban, hogy ő ott lakik, abban a városban, és az a város ott van, és az az út az oda vezet, és ezért választottam ezt az utat, ezért keltem útra, és ezért így választottam meg az utazásnak az eszközét is, a távolságnak a függvényében, időjárási viszonyoktól függően, stb. De a reménységem az biztos, hogy az ott van. Nem vagyok bizonytalan benne, hogy esetleg elköltözött máshova, vagy máshol találom meg. Tehát az egész életünkre jellemző egy ilyen végső reménység. Az a távlat, amit az életünk mögött látunk. És igazából mindenkinek az életében van kimondva, kimondatlanul, tudottan vagy tudat alatt, de létezik valami olyan végső reménység, amire törekszik, ahova el szeretne érni. És van egy ilyen céltudatosság az emberben, hogy én oda fogok elérkezni, és oda ez a legjobb út. Azt viszont nem szoktuk következetesen végig gondolni, hogyha az ember életének nincs a földi lét határán túlmutató távlata, vagyis hogyha az élet tényleg csak annyi, amennyit beletöltesz, nincs semmi azon túl, akkor nincs alapja az erkölcsnek, az önzetlenségnek, önfeláldozásnak sem, akkor az egyik ember semmivel sem értékesebb, mint a másik. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az ember pontosan tudja, hogy mi az igazi reménység, mi az, amiért él, vagy mi van a földi lét határán túl. A keresztény reménységet röviden három gondolatban próbálom meg összefoglalni. Tehát amint a mennyben, úgy a földön is, hogy van a földi lét határán túl egy másik dimenziója az életnek, és hogy az egész világ és benne a mi életünk egy nagy helyreállítás felé halad. Ez az egyik reménység. Tehát, hogy nem tudok végérvényesen és végletesen rajta veszteni, még akkor sem, hogyha én mindent feláldozok másokért, Isten majd egyszer mindent helyre állít, ez az egyik része. A másik, hogy a legnagyobb rosszról ki fog derülni, a legnagyobb szenvedésről is végső soron, hogy az része volt valami nagyon jónak. Nem egyszerűen kárpótlás, amit Isten ad az ő örökországában, hanem mindenről kiderül, hogy az végső soron a javamat szolgálta. És a harmadik, a keresztény reménységnek a harmadik része az, hogy tudom, hogy a java még hátra van. Hogy az élet nem úgy teljes, amit itt a földön élek, és nem itt kell mindennek beteljesedni, hanem a java majd még a földi lét határán túl van. Ha ezt tudom, akkor egészen másképp fogom élni az életemet itt a mindennapokban. Gondoljuk meg ennek a fényében az emberi kapcsolatainkat, a céljainkat, a törekvéseinket, a bánatainkat és az örömeinket. Erre biztat bennünket Jézus ebben az imádságban. Viszontlátásra!